A társadalmi kapcsolatok erősítése és a közösségi megjelenési lehetőségek bővítése volt a célja az idén is megrendezett székesfehérvári civil napnak. Az Icsi-ligetbe kitelepült egyesületek színpadi produkcióval is készültek a közönségnek. Az érdeklődők a szombati nap folyamán összesen 62 egyesület munkájába nyerhettek bepillantást. Magának ennek a rendezvénynek is most már sok éves előzménye és hagyománya van Fehérváron, de ami miatt ez elindult, az még nagyobb múltra tekint vissza, még pedig a város civil közösség élete, hiszen rengeteg civil szervezet dolgozik a város közösségének erősítésén, fejlesztésén, gyakorlatilag az élet szinte minden területén, és ez egy kis seregszemle, ahol megmutathatják magukat, mivel foglalkoznak, kicsit egymást is jobban megismerik, kialakulnak kapcsolatok, és hát vannak érdeklődők, akik lehet, hogy most döntenek úgy, hogy egyik vagy másik téma felkeltette az érdeklődésüket. Új területre kalauzolja el Kópiás Gabriella művésztanár zenefűvészet elnevezésű botanikai témájú illusztrációkból rendezett kiállítása a látogatókat. A botanikai festészet a növények ábrázolásával, textúrájával, formájával és színeivel foglalkozik. Élethű természetábrázolásról szól. Az alkotó képeit bemutató tárlatot a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum Feketes Aspatika Múzeumában tekinthetik meg az érdeklődők. A különleges kiállítást El Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg. Nagyon régi képzőzeti világba illeszkedik bele ez az úgynevezett botanikus festészet, amely sokáig elsősorban illusztrációs célokat szolgált, mondhatni, hogy tudományos célokat szolgált, hiszen a botanikusok által föltárt, tudományosan leírt növényeket kellett ábrázolni, nagyon részletgazdagon, és aztán ez olyan szintre fejlődött, hogy esztétikai értelemben önértékkel bír, nagyon szép alkotások jönnek létre. Cserbakovics András Székesfehérvár polgármestere és Mészáros Attila alpolgármester válaszolt a székesfehérvári diáktanács tagjainak kérdéseire. A diáktanács hagyományos évadnyitó táborában. A beszélgetésen szóba került többek között az energiaválság, az oktatás kérdése, a kedvezményes buszbérletek témaköre, valamint a színházi előadások és az úszoda bezárás kérdései is. Hogyan érinti az ő mindennapjaikat, akár az iskolában, akár pedig az élet minden területén, sport, kultúra és egyéb más területen. Nyilván a közlekedés is szóba jött, hiszen nagyon pozitív volt számunkra is, hogy milyen sokan veszik igénybe és vásárolják meg a nagyon kedvezményes 280 forintos diákbérletet. Ennek a hosszabbításáról érdeklődtek a fiatalok, illetve a különböző buszjáratoknak a bővítésének a lehetőségéről, de nagyon széles körű volt szerencsére az érdeklődés a fiataloktól, hogy sok témát tudtunk érinteni.